Sok szeretettel üdvözlök mindenki, Stickeri vagyok, hétfő van, remélem mindenki felkészült a pénteki felmelegedésre. Addig is nézzük meg, mi történt a múlt héten játékfronton. Na hát, Guild Wars 2-es hírek, az ArenaNet elindította a Winter's Day Event sorozatot, mely december 14-től január 3-áig tart, és az ünnepek alatt különböző eseményeken vehetünk majd részt. Részletes információt ezen a kis linken találhattok. A Tomb Raider új trailert kapott, melyben Lara ellenfeleit szedi le a szigeten. Ezen kívül dacol az elmekkel és folyamatosan mozgásban van. Ezt a YouTube-on megtekinthetitek. A Rovio Entertainment bejelentette, hogy már dolgoznak az Angry Birds megfilmesítésén, a producer pedig John Cohen lesz. A Marvel Studios korábbi igazgatója és a Vasember producere David Maisel is részt vesz a munkálatokban. A filmet a Rovio gyártja és pénzeli, és állítások szerint a lehető legmagasabb minőségre számíthatunk. Hurrá, de király lesz ez az Angry Birds! Nézzük, mit mondott ő a producerről. John egy kivételesen jó producer és nagyszerű vele dolgozni. Cohen szoros együttműködésben részt vett egyébként többek közt a jégkorszak munkálataiban is. A filmet 2016-ra várhatjuk. Na nézzük, mit van a Crysis 3-mal. A Crytek vezérigazgatója szerint a jelenlegi konzolgenerációt teljes mértékben kihasználták, és egyszerűen lehetetlen akár 1%-kal is többet kihozni a játékból. Nagyon brutál lesz ezek szerint. Jó van. Nézzük, mit mondott. A Crysis 3 teljes mértékben kihasználja a konzolokat, 1%-kal sem marad bennük több. Ezeken a konzolokon nem lesz még egy olyan játék, ami a technikát illetően ilyen jól fog kinézni. Tulajdonképpen a játékok nagy része még a Crysis 2-t sem közelíti meg ilyen téren, ezért mondtuk 2 éve, hogy a Crysis 3 már Next Gen konzolokra van felkészítve, anélkül, hogy tudtuk volna a specifikációkat. Már úgy tűnik, igazunk volt, mondta az igazgató. Hát és a következő mondattal útjára is indította az örökké tartó konzol PC háború újabb csatáját. A Crysis 3 konzol verziója a következő szintet képviseli. A PC pedig még 2 szinttel feljebb van. Úristen, mi lesz ebből? Mi lesz ebből? A PC verzió sokkal jobb lesz. Hát, meg fogunk halni. Meg fogunk halni, akkora botrány lesz ebből. Na, a Crysis 3 egyébként február 21-én érkezik a PC, PS3 és Xbox 360-ra. Na, MMORPG. A Trion Worlds valószínűleg a Rift fejlesztésével foglalkozó részlegét 1/3-ára csökkentette. A jelentés szerint mintegy 40 alkalmazottat bocsájtottak el, többek közt művészeket és designereket is. A Trion Worlds közleménye szerint a piaci helyzetre és a cégünk természetes fejlődésére reagálva átszervezést hajtottunk végre, melybe elbocsájtások is beletartoznak. Nehéz döntés volt, és a legjobbakat kívánjuk azoknak, akiket érintett a változtatás. Jó, hát biztos örülnek neki. A Trionnál továbbra is a minőségi online termékek készítése a fő cél, melyre természetesen beletartozik a Rift további támogatása és a 2013-ban megjelenő új címeink elkészítése, a Defiance, Warface és az End of Nations. Valószínűleg egyébként az End of Nations részlegét is érintette a változtatás, ugyanis a játék lassan-lassan elkészül. Egyébként a Rift játékosok ingyen is kipróbálhatták az új kiegészítőt, a Storm Legend és a hozzátartozó Endless Eclipse update-et. Még mindig MMORPG, a Secret World fejlesztője, a Funcom módosította az előfizetői modelljüket. A vásárlóknak már nem kell havidíjat fizetniük, elég megvenniük a játékot, majd ingyen játszhatnak, és most jön a csavar, amíg nem akarnak új tartalmat hozzáadni a játékhoz. Haha! Részletek. Ugyan már nincs havidíj, de januártól jönnek a fizetős DLC-k, melyből az első minden olyan vásárló számára ingyenes lesz, aki ebben a hónapban regisztrál, még tehát decemberben. Igyekezzetek még a világ vége előtt megtenni ezt, utána nehéz lesz. Na, ezen kívül aztán néha lesz ingyenes DLC is. Ezen felül azért továbbra is lehetőség van $15 havidíj befizetésére, amivel gyorsítókhoz jutunk, mint mondjuk dupla XP, bónusz elköthető pontok az itemboltban, különleges ajándékok minden hónapban, és a 10%-os kedvezmény a boltban. Aki komolyan gondolja a játékot, az benevezhet a Grand Master Lifetime előfizetésre, ami ugye egy életre szóló előfizetés biztosít, ez 20%-os kedvezmény biztosít a boltban. Na, ide pattintok néhány YouTube linket, ez még a korai, vagy hát béta időszakból való, kicsit tesztelgettem a játékot. Oké. Na, Ubisoft hír. Bejelentették, hogy az egy hónap alatt elért világszerte 7 millió példányban elkelt Assassin's Creed 3 a cég történelmének leggyorsabban fogyó játéka. Ó, tehát egy hónap alatt 7 milliót adtak el belőle. Jó, meg hát. Abból meg lehet élni. Nézzük a kommentet erre. A fejlesztőktől elképesztő az Assassin's Creed 3 sikere. Ezt egyébként Rob Cooper mondta, az Ubisoft igazgatója. Ez egy kivételes minőségű, gyönyörű és fantasztikus játék, és örülünk, hogy a rajongók ilyen jól reagáltak az új világra, a történetre és játékélményre. Az Ubisoft adott egy kis ízelítőt a játék statisztikáit illetően. Kapaszkodjatok, kapaszkodjatok, nagyon durva. Egy személyes küldetések során a játékosok összesen 82 évszázadnyi időt töltöttek el a játékban, és több mint 3 milliárd gyilkosságot követtek el. Jó van, hát. A multiplayer részt illetően a játékosok kétszer annyit játszottak vele, mint a Revelations-be. Majdnem kimondtam jól, Revelations-ben. Nagyszerű sikerült ez az. Idáig 250 milliót meghaladó gyilkosság történt, több mint 5 milliárd multiplayer játékban. Fú, ezek a számok, ecsém. A kutya mindenit. Na, egy kis FPS, a Bioshock Infinite végleges verziója nem fog multiplayer lehetőséget tartalmazni. Levin nyilatkozata szerint a multiplayer az erőforrások és idő hiányában kerültek ki a végleges verzióból. Megpróbáltuk, de sajnos nem lesz elég időnk és erőforrásunk arra, hogy olyan tartalmat készítsünk hozzá, mely méltó lenne a címhez. Ugye itt a multiplayerről beszél. A srácok elképesztő munkát végeztek vele, de sajnos nem tartott a fejlesztés, hogy kiadhassuk a kezeink közül. Hát ez van. A multiplayer tartalomról egyébként nem közölt semmit, de azt elárulta, hogy sosem tudhatjuk, mikor húznak ki valamit újra a fiókból. Ez ugye sejteti, hogy talán valamikor még egyszer előveszik és elkészülhet a multiplayer verzió. Egyébként nem viccelnek a srácok, állítólag a Bioshock Infinite-ből eddig annyi tartalmat vágtak már ki, hogy ez elég lenne 2 teljes játékra is. Ez jó. A Bioshock Infinite március 26-án jelenik meg, PC, PS3 és Xbox 360-ra. Na és a végére egy kártyajáték, a Might and Magic Duel of Champions ezen a héten jön PC-re. Az ingyenes játék majd iPad-re is tiszteletét teszi, de még nem tudni mikor. A PC verzió bétája egyébként már tesztelhető, itt a link. Megjelenés december 18-án. Na, hát ez volt a múlt heti híráradat, játékokat illetően, ezek voltak a legérdekesebb hírek. Úgyhogy ennyi volt mára, jövő héten, hétfőn ismét jövünk az e heti hírekkel. Sziasztok!